Bontsunk újra szárnyakat, és senkinek ne mondjuk el. Velünk az idő úgysem szállhat, most az órát rejtsük el. Fújd el az utolsó szál gyertyát, ehhez most nem kell a fény. Csak velem élt át, ahogy a szerelem játszik velünk a hangszerén. Kérlek, oszd meg velem a párnát, ne félj, fordulj felé. Csak velem éld át, ahogy ketten maradunk, csak te és én. Vendégem a stúdióban Szabó Előd és Tisza Kálmán. Sziasztok! Sziasztok! Nagy szeretettel köszönöm. Először is engedjétek meg, hogy gratuláljak, hiszen az éjféli járat lett az évdala 2023-ban. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Körülbelül egy hónappal ezelőtt jártatok nálunk, és akkor azt mondtad előtt, hogy az a hab lenne a tortán, hogyha most ezt megnyernétek. Hát ez sikerült, felülmúlta az elvárásokat? Igen, kategorikusan. Idén 20 éves a zenekar, sőt, mondhatnám azt is, hogy májusban, ebben a hónapban 20 éves a zenekar, és úgy gondolom, hogy ez egy tulajdonképpeni ajándék, vagy születésnapi torta, és ezt nagyon-nagyon szépen köszönjük, és nagyon-nagyon-nagyon boldogok vagyunk, örülünk neki. Kálmán, mikor ott álltatok a színpadon, és kimondták a zenekar nevét, akkor milyen érzések voltak bennetek? Mert én láttam rajtatok azt az örömöt, a meglepettséget, szerintem mindenki üt az arcotokra. Hát elsősorban egy meglepettség volt, ugyanis elég erős volt a mezőny, elég komoly zsűri volt, és a dal szimfonikusan egy egész más átértékelése volt számunkról is a dalnak. Meglepődtünk, utána láttam, hogy a többiek örvendeznek, és akkor elkezdtem fújni a sípot. Ez jutott eszembe, hirtelen nem kaptunk szavakat. Nagyon örventünk most, még most is néha van, hogy kicsit furcsa, hihetetlen. És ha már a szimfonikus feldolgozást említetted, előd a számodra egy nagyon meghatározó pillanat volt, amikor így hallottad először a dalt. Igen. Igen, tulajdonképpen amikor legelőször meghallgattam a dalt, amit e-mailen elküldtek nekem, úgy éreztem, hogy hazatért a nóta. Filmzene, és ez nagyon-nagyon-nagyon fontos számunkra. Ugye, ahogy Egri Péter is elmondta, hogy behunyom a szemem, meghallgattam a dalt, kipogyogtak a könnyeim, és igazából egy teljesen más értelmet kapott az egész dal. Ez nagyon fontos. És milyen filmet tudnál hozzá elképzelni? Hát csak is szerelmes filmet, ugye? A szövege érzelgősebb egy kicsit. Úgy gondolom, hogy szövegileg is, meg dallamilag is valahogy az érzelmek ott vannak, a szeretet, meg a szerelem. Ezt elmondtam mindenhol, hogyha az emberek sokkal szerethetőbbek lennének, egy kicsit jobban éreznék azt a pillanatot, akkor sokkal szebb lenne a világ szerintem. És most május 1-én pedig Marosvásárhelyen léptetek fel. Hányszor kellett eljátszani ezt a dalt? Kettőször játszottuk el, habár lehetett volna többször is.
Nagyon jól fogadta a közönség, és azt vettük észre, tehát ez volt az első fellépésünk a dal után, hogy a közönségnek a száma az megduplázódott, tehát mindenképpen a javunkra szolgált ez az egész. És utólag meghallgattam többször, átértékeltem ezt a dolgot, ugyanis a dal, mintha három lenne, nem egy, tehát volt egyszer a rock verzió, másodszor az akusztikus, nekem ez nagyon tetszett, és a harmadik a szimfonikus, és akkor jöttem rá, hogy az előd az milyen jó szövegíró, mert egy szál gitárral is megszólalt a dal, és akár versként is el tudnám képzelni, tehát zene nélkül felolvasva mindegy verset. Nem egy repetitív valami, hanem van eleje, közepe, vége, mondani valója. Én mindig azon a véleménye voltam, és azt mondtam, hogy egy dal akkor igazi dal, és akkor szólal meg igazán, hogyha egyetlen egy szál gitárral vagy egy szál zongorával is megszólal. Az, hogy háromféleképpen elő kellett adjuk, ez egy hatalmas kihívás, és mindenkit arra sarkalnék, minden zenekart, hogy próbálja meg. Ez nagyon fontos lehet mindenkinek az életében. És hát ezek szerint akkor tényleg versként is jól működne. Hogyha egy kicsit visszamegyünk az időbe, és a legelső dalra gondolunk, akkor előtte mi volt bennetek? Mennyire voltatok izgatottak, izgultatok-e? Kérdezték, hogy melyik volt a legnehezebb része a műsornak, hogy az előválogató, az elődöntő vagy a döntő. Én most is azt mondanám, hogy a legnehezebb része az volt, hogy bekerülni a közel 500 produkcióból a legjobb 40 közé. És mai napig is ezt mondom, tényleg. Valószínű, hogy az első produkcióban talán egy kicsit jobban izgultunk, mint az akusztikusan vagy a döntőben, de hát a döntőnek is volt egy valamilyen tétje, ugye hát ezt azért nem tudjuk eltitkolni. De úgy gondolom, hogy egy zenekarnak ilyen helyzetben mindig kell legyen egy druk, mindig kell legyen egy mert különben nincs tétje az egésznek. És a végén pedig a közönség döntött, ti nyertetek, ami nyereménnyel is jár, ezt majd mire fogjátok fordítani? A legfontosabb dolgokra. 20 éves a zenekar, egy jubileumi lemezre, videoklipre és hangszervásárlásra. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és várunk vissza majd benneteket az újdonságokkal. Köszönjük a meghívást, és mindenkinek, aki ránk szavazott, és valamilyen módon segített a zenekart, még egyszer nagyon szépen köszönjük. Gratulálunk még egyszer.